Fémek oxidációja. Ebben a kísérletben három kémcsövet fogunk használni. Az elsőbe rézreszeléket raktam, a másodikba vasreszeléket, a harmadikba pedig cinkport. Ezután egy kis főzőpohár segítségével 2 mollos sósavoldatot öntünk hozzájuk. Figyeljük meg mind a három kémcsövet, hogy melyik esetben láthatunk gázképződést. Láthatjuk, hogy a réz esetében nem történik reakció. A vas és a cink esetében mind a két esetben történik gázképződés, mind a két esetben hidrogéngáz keletkezik. A következő kisebb kísérletben 2 kémcsőbe fogunk rézreszeléket helyezni. Az első kémcsőben lévő rézreszelékre pár csepp salétromsavat rakok. A reakció még ennél a pici anyagmennyiségnél is nagyon heves. Láthatjuk, hogy ilyen sárgás-barna színű nitrogén-dioxid gáz keletkezett, és az oldatunk pedig zöldes színűvé vált. Ezt a kísérletet a gázoknak a keletkezése miatt vagy nyitott ablaknál, jól szellőztetett terembe végezzük, vagy pedig elszívó fülke alatt. A másik kémcsőben lévő rézreszelékre tömény kénsavat fogok cseppenteni. Ebben az esetben is gázfejlődést tapasztalhatunk, itt pedig kén-dioxid gáz keletkezett.